Én vagyok a kis egy, számok közt a legkisebb. Egy macs, két macs, nem kell ide más, számolj velünk, kis pajtás. A leendő elsős kisdiákok ünnepi műsorával vette kezdetét a tanévnyitó Nyírbogáton. Az új tanévet felújított iskolában kezdi majd a 208 idejáró gyermek. Egy több mint 886 millió forintos támogatásnak köszönhetően ugyanis az iskola épülete teljes egészében megújult. Ennek részeként a térségben egyedülálló módon geotermikus fűtési rendszert kapott. Ráadásul 10 tanteremmel bővült is az intézmény. Ezek között egy laboratóriumot említenék, amely középiskolába is megállja a helyét. Közösségi terek alakultak ki, és minden olyan helyiséget kialakítottunk, felújítottunk, amik a gyerekek fejlődéséhez szükséges. Ebből következik kisfejlesztő csoportszobákat, tehetséggondozáshoz, és a felújítás az infrastruktúrán kívül minden bútor ki lett cserélve, tanulószékek, tanulói asztalok. A butorzat ki lett cserélve, és teljes egészében megújult ebből az összegből az iskola kívül, belül. Ez megkönnyíti az itt dolgozó 16 állandó és az óraadó pedagógusok munkáját is. Az intézményben nem csak a nyírbogáti gyerekek járnak, a környező településekről is sok szülő hozza ide a gyermekét. Ennek a logisztikáját könnyíti meg az iskolabusz, amelyet szintén ebből a támogatásból vásároltak meg. A kormánynak kiemelt célja, hogy ilyen formán is fejlessze a köznevelési infrastruktúrát. Az elmúlt 10 évben több száz intézmény újulhatott meg, többek között a Vántus István általános iskola. Azt gondolom, hogy a kormány természetszerűleg figyelembe veszi ezt, és igyekszik az szerint nyújtani a támogatást és a segítséget, hogy a leginkább rászorult helyekre jussanak ezek a támogatások. Mindennek az a célja, hogy az egész országban egyenlő hozzáféréssel tudjanak a gyerekek, a tanulók hozzájutni azokhoz a köznevelési szolgáltatásokhoz, amelyek nélkülözhetetlenek az ő felnőttkori boldogulásuk érdekében. A térségben közel 20 iskola felújítása szerepel a programban, mintegy 5 milliárd forint értékben. Ennek célja, hogy már a legkisebbek is versenyképes tudást szerezhessenek modern környezetben, korszerű oktatási, nevelési módszerek segítségével. Erre különböző források állnak rendelkezésre. Míg ez a fejlesztés egy EFOP-os, tehát emberi erőforrás operatív programból valósult meg, mintegy 900 millió forintért a Nyírbogáti. A Fábián házi, a területfejlesztési operatív program jóvoltából 160 millió forintból valósul meg, de a tankerület is több mint 10 millió forinttal támogatta, úgyhogy a vége szerintem lassan a 200 millió forintot súrolja. Az is váratott magára az iskola felújítás, mert hogy 30 éve, szinte mióta megépítették az iskolát, nem is nyúltak hozzá, úgyhogy az is egy nagy eredmény. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a nyírbogáti oktatási intézmény fejlesztése még nem fejeződött be. A cél, hogy a térség legnagyobb és legmodernebb általános iskolája legyen. Ehhez folyamatos munkára és az infrastruktúrális beruházásokon túl humán erőforrás fejlesztésére is szükség van.